Sziasztok, srácok, én a Sajt 32-ig, és megtaláltam az egyik legdurvább obit az egész Robloxon belül, ahol nekünk 6 szuper képességünk lehet. Eleinte a játék megmutatja nekünk, hogy ezt hogy kell használni a legesleges, a szuper páncsa, mivel át tudunk minden egyes falat ütni, ami elképesztően durva. Utána, hogyha még ezt nem lennénk, akkor tudunk shrinkelni, azaz ilyen nagyon-nagyon pici összeverni, nagyon pici lyukokon is teljes mértékben át tudunk férni. És hogyha ez megvan, akkor a következő nem más, mint a szuper csap, szóval mindenen is át tudunk ugrani, és izzik a talpam a föld alatt. Itt a föld a talpamban, és megvan a következő nem már srácok, mint az X-ray, azaz a röntgenlátás, szóval olyanokat is észreveszünk, amik ott nincsen a valóságban. No, és ha még ez nem lenne elég, akkor van egy idő megállítás, amivel lelassítjuk az időt, és akkor át tudunk menni a nehezebb obi részeken. És a legutolsó, a repülés, ami még le van zárva. Vajon most az első saját feladat nem mit kell csinálni, most a tutoriál megvan srácok, szóval most szabad szupererőm lehet, én azt mondom azt, hogy legyen a szuper csap. Két ugrásom meg van az ominét, amúgy a legeslegdurább tényleg a szuper jump, hiszen az egész mapot át tudom vele ugrani, hát ez a jelenképesztel belő. Hoppá, itt a játék szerint a röntgenlátásra van szükség, hiszen tényleg nincsen megépítő, hogy nekem hová kell ugrani. Akkor szépen aktiváltam, és ilyen kis zöld kerettel jelző nekem merre a feladatom, és akkor szépen tudok előreadni. Ja, nekem nem igazán kell amúgy azt csinálni, hogy végigmegyek ez, hanem szépen földjumplok a legeslegdetére, és akkor itt is vagyok. Ez a játék valami nagyon-nagyon király, hogyha nektek is tetszik, akkor gyomjatok egy lájkot, és itt kell végre sikerülni, hiszen le kell menni a leges legkirályabb része. Hoppá, hát is megadtam, szevasztok, szevasztok. Jaj, egy kis matekos feladat. Hát akkor mennyi egy meg egy, az kettő, de amúgy ezt nem tudnám átadni. Nullaszor nulla az nulla, készülünk, hát egy kicsit az iskola kezdése, 1000-ben 9000, ez is egy egyes darab, itt meg ez 19, és időlassítás, itt az időlassításra lesz szükség. Oké, szépen megállítottam a leges legjobb helyre, és akkor csak simán át tudok csápolni. Most figyeljek, egy kattintás van, ebből ez lesz. Megint egy szuper csápot használok, az, hogy ne kelljen mindent is kikerülgetni, ez az egyik leges legjobb, de megint shrinkelni kell össze, kell még bemennem a szennyvíz hálózatba, értem, akkor itt nagyon büdös van. Csak teljesítem, és akkor elméletileg kapok egy ilyen kis képet, azaz magamra, ilyen, nem tudom, valamit a hátamra, és megvan, szuper hősköpet kaptam, azt, amilyen királyul néz ki, akkor gyorsan a shrinket visszaszedjük, és mennyire királyul nézek ki, és végre a páncsra van szükség, szóval átütöm a front, átütöm a front, átütöm a következőt is, ú, de király, mint hogy a szuperhős elég, és végre röntgenlátás, röntgenlátás. Itt van a kérdők, ezzel biztos, hogy nem jönnék, hogy itt éppen nekem ugrani kéne, és akkor megint egy kis idő megállítás, és pont én, ú, pontot, hogy rá tudjak még ezekre ugrani. Oké, ez megvan, oké, ez megvan, oké, föl, hogyha rossz helyen álltam meg, akkor a csillagot nem értem volna el. Innentől kezdve meg nekem obiznom kell fölfelé, de most nem kell megállítanom az időt. Szuperhősként sajtóka mindent is le tud hozni, meg is a, és ez az egyik kedvezem. Kommentben srácok, nekem írjátok, hogy melyik a kedvenc szuper képességetek ebben a játékban, nekem szerintem ez az óriási páncsa. Csúszópálya következik, szuperhős sajtó azért csúszni, azt tud rendesen. Ó, igen, majdnem a következő checkpointig átcsúsztam, mert ez valami elképesztően menő. Mi lesz a külfeladat, az megint egy kis X-ray, szóval ugorjuk, ez annyira menő meg van csinálva. Illetve a következő, na várjunk csak egy másodpercet, itt mi lesz, nekem szuper jump, ja nem véletlen shrinkre mentem, de szuper jump-al át kéne, hát azt mondja, hogy menjek néha hátul, és simán a tetejét is be tudom ugrani, szóval először egy kicsikét lecsaltam, de semmi probléma. Jaj, megint a szuper jump kell, hiszen egy ilyen kis mászó feladat akar lenni, amúgy ez a legesleg OP-bb dolog szerintem az egész játékon belül, de mindegy, nézzük a kövét, nekem nagyon-nagyon durván magasra van, és hol a játéknak a vége, nézzük meg, oda kell feljutnom, és egy WC-be kell belecsúsztam. Micsoda! Sajtónak be kell csúszni egy WC-be, hát ez meg milyen móka kutyaság, na mindegy, itt is helyesen meg kellett állítani, hogy egymásra tudjak ugrani, és itt meg szuper páncsa, kedvencem, szuper páncsal 3-2-1, izmos sajtó, 3-2-1, izmos sajtó, és itt meg jaj, ne, itt megint óriási ugrándozások kellek, itt oda kell figyelni, hiszen azért eléggé ki kell számítani az ugrás részét, most már nem is segít a játék, hogy pang, megint ugri, pang. Jaj, itt hogy kéne átmennem arra a részre, jó, persze, hogy X-ray-t kell használni, és megint csak ilyen kicsi útvonal van. Oké, ezt még szerencsére most meg tudom oldani, úgy tényleg, hogy világít a szeme a karakteremnek, tökre durva, és akkor innentől kezdve meg időlassítás, oké, de várj, jó, pont jó időben lassítottam, hogy itt egyáltalán nem félek, hát túl izmos vagyok, akkor gyorsan le kell kicsinyíteni magam, és ilyenkor ilyen nagyon-nagyon durva, gyorsan tudok futni, és itt vége is volt a kicsinyítésre, újra magasugrás, hát nagyba pókemberek, srácok, én még a pókember föl tudok menni, mire van, és meg lett egy újabb köpönyek, na nézzük meg, hogy mit fog belőle kapni, és a piros helyet most mit ad belőle, azt a egy common blood, de királyul néz ez is ki. Jaj, ez törpénynek való küzdelem lesz, szóval gyorsan törpévé fogok változni, jó szerencsé az ugrásom sem nőtt meg sokkal nagyobbra, és akkor a lézerfűtőn is teljesen át tudok
menni. És akkor itt a közeg megint magasugrás, ez a legdurább, a magas jam. A nyolóz anyai csak rázós blokkok vannak, akkor megint gyorsan rökkenlátás, be is ugrálom az egészet, csak le, hogy rálépik, akkor megrázza az egész popóval. Na mindegy, kis kapcsolom, és akkor szuper jump át kell ugrani. Úristen, milyen magas toronyházat kell felugranom, ezt nem hiszem el. Itt meg hát lehet óvatosnak kéne, hogy legyen, de sajtók a szuperhősként nem az óvatosságáról híres, és akkor üssük is át. Ez annyira, de annyira menő néz ki, amikor az egész van egy ütésre át tudom csapni. Oh no, megint egy ilyen nagy szabad plac van. Jó, egy kőzöm se lehet volna nekem itt a két oldalán keverni, de akkor szépen fotogáljuk, és megint ez az a leges, legnagyobb ütése. Vajon sikerül, srácok, első rátűni? 3, 2, 1, és simán, sima liba, sajtokának meg se kutyannak ezek a falak. Summer jump, udon értem a többieket, szóval, hogy elképesztően hatékony vagyok itt, a többiek valami nagyon akadoznak, de mi van feletek, srácok? Hát ti nem vagytok olyan menő szuperhősök, mint én. Ezzel egy szintre van szükség, hogy teljesítsem, és megvan a következő köpeny magamra, az mit gyorsan ki is állokkolok, hiszen megvan erre kíváncsi, csak van egy piros, van egy kék, és mi lesz belőle? Wow, Electric Yellow Cape, ez egy sajtsárga, ezt gyorsan aktiválom is magam, gyorsan hol van. Wow, ez ritkaság, az első ritka. Hú, de királyul néz ki, mintha én lennék a flashes sajtóka. Szanyal az anyáját, bal alsó sarokban most veszem észre, hogy a Word 1-en vagyunk, szóval minden jó megy, akkor lesz Word 2 a játékon is belül. Hát arra nagyon-nagyon kíváncsi ezeket, hogy sokkal nehezebb lesz, hogy kapunk még új képességeket. Húha, egy kicsikét azért ezeket a lézereket eléggé nehéz, hiszen 80-szor akkor, amit én átugrél, de nem baj, már csak 5 stage választani, miket, és gyorsan időmegállítás. Csak ezzel meg már csak a Super Jumpra van szerintem szükségem, hiszen ott föl kell ugrani, itt ezzel a kis szélre vékonyságon át kell menni, és akkor jön az óriási csúszás hamarosan a vécébe, hiszen 2,5 stage választani, miket, itt van, srácok, az utolsó előtt, itt van valami trükk, nincsen semmiféle trükk, de lépés az embernek, de óriási lépés a szuper sajtókának, jöjjön! Lehúztak minket a vécén, ez aztán jó sikerült. Ajja, itt azért bebagolt egy picit a játék, azt, hogy magyar srácok, itt gondok közepette vagyunk, jó, végre. Aj, de itt is megborult a fejjel, és megvan Word 2. Most jött ki a Word 2, hiszen ott van írva az, hogy jó. Na jó, azt lecsekkolom azért még gyorsan. Mert Hero Obi ennek a játéknak nem vagy, ti is ki akarjátok próbálni, és akkor nézzük meg, hogy a Word 2 mit tartalmaz, a képességeik ugyanazok, de fú, itt vannak már állatok, van láva, autó, hát ez nagyon-nagyon durva. Tényleg, hogy kivigyük ezt a Word 2-t, és akkor nyomjatok egy hatalmas like-ot, iratkozzatok fel, és találjak, mert minden, mert császtok!